4 évtizede érkeztem Szekszárdra. Férjem, dr. Szabó Géza régész elbeszéléseiből már ismertem a várost, amely az elmúlt évtizedekben családunk 3 fiam otthonává vált. De meglátni egészen más volt. Meglátni és megszeretni Szekszárdot egyetlen pillanat műve volt. Ahogyan egyik első könyvemben fogalmaztam, mintha jókedvében teremtette volna az Úr ezt a várost. Itt nagyobb az életöröm, ízletesebb az étel, tüzesebb a bor, és sokkal szívesebb a szó. Éppen ezért különleges ajándéknak tekintem, hogy tudományos életpályám eredményeivel hozzájárulhatok a város szellemi tőkéjének gyarapításához. Oktatóként, kutatóként, most már mondhatom, hogy egy olyan tudományos életpálya áll mögöttem, amelyben a legbüszkébb arra vagyok itt, Dienes Valéria szülővárosában, hogy a Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi karának 2018-ban kineveztek első és mindmáig egyetlen női professzorává. Az elmúlt évtizedekben több mint 400 publikációm született magyar és idegen nyelven. Ezek közül 100 közvetve vagy közvetlenül Szekszárddal foglalkozik. Évek során többször hívtak más felsőoktatási intézményhez. Én azonban mindvégig hűséges maradtam a Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi karához, és hűséges maradtam a városhoz, az otthonommá vált Szekszárdhoz.